Menjünk a következő törésünkbe. Ez lesz akkor ugye a harmadik. Ez a Praxis Ordos. Ez a világos kör is, vagy vannak kör is. Hát inkább azt érzétem, hogy a világos kör is, az, hogy vannak kör is, ez a tankönyvben le van írva, és nagyon jól le van írva, de én még soha nem hallottam ezt vannak kör is, nem hívni. A díszítőérték az a virágzata és a termése. Dél-Európában, Kis-Ázsiában, Kazánkban is honos. 6-10 méteres magasságot ér el. Ritkán fogunk vele találkozni, úgyhogy valaki konkrétan egy virágos kör is szeretne a kertjébe vásárolni vagy ültetni. Inkább, hogy az egyik fajtája lesz rettenetesen fontos számunkra. Kupos vagy gömbölyden koronája van. Az ága a szürke sima. A rügy az gömbölyden és szürke. Ki tudja megmondani, hogy a korábban tanultak milyen színű volt a rügyek? Igen, az azt megelőzőnek, az volt. Jó, rendben van. A level az páratlanul szárazzal összetett, szabálytalan fűrészes széle van, és ősszel sárga, kékes barna. Az ősszel fantasztikus színe van, jó? Tehát a Fraxinus ordosnak, a virágos fűrésnek ősszel elképesztően gyönyörű, szép sárga színe van. Ugye ez, amit most nagyon sok helyen lehet látni a városban. Jó? Hát így néz ki, amikor virágzik, így van, jó? Tehát ez mondjuk azért így díszítő értékben sem utolsó. Nagyon jó látvány, amikor a Egresi úton, vagy itt, amerre jövünk, ugye ezek tavasszal szépen virágoznak, jó? Tehát így néz ki a virág, a virágzat, illetve a levelek közelről. A virága ezüstös sárgásfehér, illatos, ugye ez is fontos. Két órában korábban beszéltünk arról, hogy jó, hogyha illatos növényt telepítünk valahova, de ez az illat ez mikor marad bent a kertben, hogyha? Vagy marban? Hát valamennyire az érzelt, igen. És beszéltünk egy növényről, ami szintén hát nem rossz törzsevelő, hanem ferdén nő a törzse, és bódító illatú virága valamit, azért kijavítottunk, hogy annyira nem bódító, de erős. Így van, ami a... Ez is kap. Nem ilyen. Keskeny levelőzés van. Igen. 10-15 cm-es dús bugákban nyílik, és lombakadás után nyílnak, általában májusban. Ugye azért ez időjárás függő. Mert a tavaszaink azok hogyan alakulnak mostanában? Igen. Hát olyan össze-vissza, ugye? Tehát, hogy valamikor korán kezdődik, valamikor később. Például mikor volt az, amikor az autópályán a, tudjátok, a hó miatt ugye ott maradtak az emberek? Igen, és akkor az március 15-én volt. Na akkor gyakorlatilag a tavaszi szezon, tehát a kertészeti tavaszi szezon, akkor mikor kezdődött abban az évben? Később. Igen, tehát április elején. Termelésben dolgozik? Nem, csak beszéltük, hogy kérdezik, amíg hóban kirágyáltunk. Igen, így van. Na most az izgalmas az, hogy ettől függetlenül a naptári május vége, meg június eleje, amikor ugye jön az iskola vége, tehát abban az évben a kertészetek meg kezdték azt tapasztalták, hogy a szezon olyan rövidebb lett, tehát vagyis, hogy később kezdődött, de ettől függően annyival nem lett hosszabb, jó? Tehát, hogy azért ez kicsit olyan a kertészetek vagy kertészek élete, mint hogy a Balaton lángos sütőké, hogyha minden hétvégén esik az eső, akkor ugye elmarad a belőle. Tehát ezzel azért érdemes számolni, jó? Tehát, hogy itt ugye most önök ugye évekig így betülnek ebbe a finom meleg osztályterembe, ugye nyáron fűtve, télen fűtve, de hogy azért amikor megtudjuk. Szóval amikor, de attól még kényelmes, nem? Itt üldögépünk egész nap, írogatunk, új dolgokat hallunk. Pénzt nem kapnak, legalább nincs ővel elszámolni. Jó. Na rendben, fajták. Na és most jön a legfontosabb, amire az egész Fraxinus ordosba belekezdtünk, ez pedig a mecsek. Találkoztak már vele? Igen. Mindenhol mecsek van, jó. Kert Ferenc nevéhez fűződik. Lapított gömb alakú korona. Na tegye fel a kezét az, aki a katalpa, fejezze be, Bignoniodesnek a... Milyen fajtáját? Nána a fajtájánál. Megnézte azt a videót, ahol két idős katalpa Bignoniodes nána körül biciklizek és mutatom. Tegye fel a kezét. Jó. Szóval érdemes megnézni. Ugyanis azt mondjuk erre a körkormányra, hogy lapított gömb alakú korona.
Azért az egy izgalmas dolog, jó lehet, hogyha most előtetünk egy ilyen növényt, akkor ezzel a problémával majd legközelebb 10-15-20 év múlva fogunk találkozni, hogy az idős korában szétesik-e ez a gömbkorona, vagy hogy milyen név válik, ugye? Egyébként ez ugye attól is függ, hogy milyen az alanya. Én a Kertészeti Egyetemen volt egy becsek, ami egészen olyan fantasztikus nagyra nőtt, hogy aztán már ezt a gömbkorona funkcióját ezt ugye be se tudta tölteni, jó? Tehát lapított gömb alakú korona, de most írják fel, hogy utána nézni, hogy idős korában hogy néz ki. Mert ahok még nagyon fiatalok, és hogyha a következő években valakinek azt mondja, hogy ez örökké gömbkoronájú marad, akkor lehet, hogy 20 év múlva csörög a telefon, és kellemetlen kérdésekkel válaszolni, hogy jó, de valahogy inkább ilyen csepp alakú lehet meg így szép folyik, kérem szépen. És akkor mit csinál? Jó, nem magyar válaszokat letenek rá, jó? Jó, akkor a kapadás után gondolom kirántni. A városi klímát jobban tűri. Na és mivel, hogy tehát mecsek és gömbkoronák, ezért hol tudjuk őt jól alkalmazni? Légvezetékek alá. Így van. Szűk utcák, igen. Hát azért a szűk utcák ezek ugye mindig odaírjuk, azért szerintem tényleg, hogy a légvezetékek alatt van ennek ugye jelentősége. Jó, a világgal ebben. Itt látszik egy hatalmas példány, ez ott egy kis polt kitár, szerintem az Magyarországon készülhetett. Szerintem Magyarországon készült a kép. Tehát azért látszik, hogy olyan mondjuk, hogy légvezeték, de azért most mit értünk légvezeték alatt, ugye? Mert a telefonkábelek, azok nem mennek olyan magasan, és azért mondjuk azért úgy ebből simán belelóghatnak. Itt hogy nincs fölte légvezeték, tehát egy szükséget. Én most már a hétvégén láttam, egy ilyen hatalmas, egy ilyen parkolóhoz ültették őket, ahol viszont teljesen indokolatlan volt. Azért azt kell tudni, hogy csak azért, mert most ez egy divat, meg ez egy nagyon jó irányzat, hogy ilyen gömbkoronájú fákat telepítünk, azért olyan helyekre, ahol tényleg végtelen tér van, most például ugye itt vannak ezek a platánok. Milyen nagy butaság lenne ugye ezek helyett, mondjuk, hogy itt ilyen kis gömbkoronájú fák lennének, jó? Tehát a gömbkoronájú fák azokat kifejezetten, ugye determinált növekedésűek, tudjuk, hogy mekkorára nőnek és mekkorára nem. Ezeket ilyen helyeken érdemes ültetni, és nem szabad őket túlzásba vinni. Tehát csak azért, mert hogy majd akkor nem lesz vele gond, azokra a helyekre, ahol igenis elférnek ezek a fantasztikus nagy fák, oda ezeket a nagy fákat érdemes ültetni, jó? Na, ki járt mostanában Tesco parkolóban, vagy ilyesmi helyeken, amik most 10 éve én ültek, mekkorák ott a fák? Ugyanakkor elpégítik, hogy ültették, igen. Jó, ennek mi az oka? Este, mint ezt csak fölöltetődött. Nem mennek rajta az autók. Nem mennek át rajta az autók. Jó, egy kicsi a dolog, ezt nincs tápanyag. Igen, tehát egyrészt, hogy fogták a, hát igen, valószínűleg a telepítést azt az építőipari cég végezte, akik azért alapvetően úgy vannak Magyarországon ezzel, hogy jó, hát csak növények, hogy majd biztos majd ő. És aztán utána mi történik? Mondjuk, hogyha nincs öntözőrendszer képítve, ugye ott egy hatalmas terület mindenhol ugye odaesik az eső, de mi történik azzal a vízzel? Megépítenek egy szuper csatorna rendszert, és akkor ugye elfolyik. Tehát egész egyszerűen a növény az ugye úgy érzi magát, mint mi, amikor még éhesek lennénk, de itt lenne egy tálétel, de nem tudunk egyszerűen hozzáférni. Tehát ez borzasztó az egész, úgyhogy ezért érzek általában ezek a parkolók, hogy ez a szürke hullámkővel még 10 év múlva is ugye ugyanolyan kopárnak. Jó? Az igényei napos meleg hely, laza talaj. Októberban, hanyadikától lesz lehetőség, milyen tízszeres fák ültetésére? 22-től. Nem? Szabad. Mondjuk 20-ától nagyjából, igen. És milyen fák? Szabad gyökerülés? Földadás. Mert most, mint ahogy egész évben tudnánk telepíteni, konténerest, igen. És miért ne telepítsünk konténerest, vagy miért telepítsünk szabad gyökerű földlabdásra? Valaki foglalja össze a három közti különbséget. Na, szabad gyökerű között nincs semmi föld. Azt rendben van, de... Akkor most... Hát azt, hogy hasonlítsuk össze őket ár szempontjából, meg egyáltalán... Szabad gyökerű az olcsóra, akkor a földlabdás az még, az kicsit drágább, és a konténeres az drágább. Az a legdrágább, így van, tökéletes. Jó. Jó. Város vagy és szárazságtűrő. Ez is van ez fontos. A szaporítási a nevelése. Az alapfajt magról.
Jó, felhasználása az út és utcafa, parkfa, tájfásítás. Meccset fajtól beszélünk, ugye szűk utcákkal, légvezetőkkel.